Hadd kezdjem azzal, hogy nagyon sok szeretettel gratulálok nyilván önöknek a sporteredményekhez, de nyilván edző kollégáknak is. Erre mondják azt, hogy férfi munka van. Először a sporteredményeik miatt dicsérte meg az igazgató a labdarúgó akadémia tanulóit, az évzáron megjelenő 4 évfolyamból ugyanis 3 bajnoki címet szerzett, egy pedig bronzérmes lett az országos bajnoksága. De a tanulmányi eredményekre is büszkék lehetnek a fiatalok, hiszen több mint egy tucatnyi diáknak került több ötös a bizonyítványába, mint bármi más, és minden 3 fiatalból 1-4-esnél jobb átlaggal rendelkezik. Rend, fegyelem és a tanulás eredményessége terén is sikerült előrelépni. Én azt gondolom, hogy ha minden évben ennyit fogunk előrelépni, akkor nagyon elégedett leszek. Az igazgató elbúcsúztatta egyik kollégáját, Liszkai Dezsőt is. Az ETO utánpótlás igazgatója ugyanis a nyártól a Magyar Labdarúgó Szövetséghez igazol. A földrajz szakos tanár osztályfőnökként egy ideig biztos, hogy utoljára osztott bizonyítványt. Liszkai Dezső jövőre érettségiző diákjait bátran bíztatta arra, hogy ne csak a futball karrierjükkel foglalkozzanak. Mind a kettő nagyon nehéz. Először ugye a futballban beindul a felnőttek közötti bajnokság, bizonyítani kell, innentől kezdve a cél semmi más nem lehet, kérem szépen, mint a felnőtt csapatba kerülés. Tehát a futball képzéseteknek a legfontosabb éveknek kellett következni, amikor eldől, hogy föl tudod-e hívni magadra a figyelmet, tudsz olyan teljesítményt nyújtani, van benned annyi kitartás, elkerül-e a sérülés, és szerencsét. A fiatal labdarúgók számára is elkezdődött ugye a vakáció. A legjobbak számára, mint például Kalmár Zsoltnak nincs most szünet, hiszen ő már a felnőtt csapattal együtt készül a következő idényre. És a többiek számára is rövidebb lesz a nyár, mint kortársaiknak, hiszen júliusban mindenkinek megkezdődnek majd az edzések, a korosztályos bajnokságok ugyanis már augusztusban elindulnak.